Ősz fut át a szántóföldön, menekül az autónk hangja elől. Április 15-ével országszerte beindult a vadászati szezon. A vadon élő állatok a szakemberek szerint könnyen találtak, az enyhe időjárás nem hozott szép felrakódást a trófákon. Ez azt jelenti, hogy nem nőtt olyan mértékben az őzek és a szarvasok agancsa, mint ahogy a korábbi években. Ez a vadászok szerint a hidegebb időjárásnak volt köszönhető. Mint minden éven az őszbak vadászatával kezdődik a szezon. Nagy várakozással tekintettünk a szezon elé, de már most van tapasztalatunk is, tehát vadásztattunk, és bebizonyosodik, hogy nem raktak az őzek olyan agancsot, mint amit szerettünk volna. Elmarad a tavalyi átlagtól, lényegesen elmarad, és az az előtti átlagtól. Plavec János megyei fővadász arról beszélt televíziónknak, hogy tavasszal a vaddisznó okoz jelentős gondokat a gazdák művelt földterületein. Ezért a túlszaporodott állomány méretének visszaszorítása is a vadászok feladata. A tavaszi vadászati szezon beköszöntével így az őszbakok mellett a vaddisznókra is lehet lőni. Elsősorban külföldiek fogják ezt kihasználni. Úgy vélem, hogy az idén is jóval 1000 fölé emelkedik az áprilisban elejtett őszbakok száma, bár a felrakás nem a legjobbnak tűnik, viszonylag kicsik az őzagancsok. A vaddisznót is vadásszák még majd emellett, hiszen az egész évben lőhető. A megyei fővadász kiemelte, az elkóborolt és falkába verődött kutyák veszélyt jelentenek a vadállományra, ezért azok bizonyos esetekben kilőhetők.